Gyászol az erdélyi magyar sportvilág. 64 éves korában elhunyt Dobói Aladár, a kézdivásárhelyi asztali tenisz atya, aki 40 éven át edzette a háromszéki pingpongosokat. Szintén szomorú hír, hogy 40 éves korában tragikus körülmények között elhunyt Kósa Endre is, a csíkszeredai sportklub korábbi jégkorongozója. A csíki hok is 9-szer nyert bajnokságot, és 2 éve hagyott fel az aktív pályafutással, azóta edzőként tevékenykedett. Három vereséggel zárt a norvégiai nemzetközi jégkorong tornát a magyar jégkorong válogatott. Franciaországtól 3-1-re, Norvégiától 4-0-ra, míg Dániától szétlövésben kaptak ki a magyarok. A romániai jégkorong válogatott Galacon lépett jégre, és nem sok babért aratott. Előbb Ukrajna verte őket 5-0-ra, majd Hollandia 2-1-re. A több székelyföldit is foglalkoztató romániai válogatott, még a korosztályos nemzeti csapatot is csak hajszállal győzte le. Igaz, hogy a B válogatott is többnyire fiatal székelyhokisokra épül. 8. helyen végzett a tájváni fél Ironman világkupán Deák Zsombor, a sepsiszentgyörgyi triatlonista rövid időn belül harmadszor végzett a legjobb 10 között. Dél-Korea után egy újabb ázsiai országban állt rajthoz Deák Zsombor triatlonista. A háromszéki vasember a korábbi években már 2-szer is versenyzett Tajvan szigetén, és mindkét alkalommal a legjobbak közt volt. A mostani versenyen 8. helyen ért célba. Közepesnek mondanám, mert ez volt a minimum elvárás, ez a top 10, úgyhogy ez azért sikerült, ennek örülök, de szerettem volna top 5-be végezni, és ez lett volna a legjobb, hogyha top 5-be végzek, de ez a top 8 is rendben van. Igaziból a verseny kimenetelen az nem tettem most lehetővé a top 5-öt. Hozzátette, ha kerékpáron jobban teljesít, akkor talán másképp alakul a verseny kimenetele. A sepsiszentgyörgyi sportoló jelenleg Bali szigetén ragadt, mivel vulkánkitörés miatt a repülője nem szállhatott fel. Reméli, minél előbb eljut Ausztráliába, ahol felkészülhet az év utolsó nagy versenyére, a Bahreini világkupára.